Na kezdjük a Startpuszt, nagyon örülök a következő vendégemnek, mert 1000 éve találkoztam Koltai Gáborra, jó reggelt kívánok, Balázs Béla díjas rendezővel. Jó reggelt, szia Gábor, és ugye azért örülök, mert tavaly volt egy fantasztikusan nagy premieretek, bemutatótok, amiben ugye elkezdtétek az országot is járni, emlékeim szerint 6 előadásotok volt, az itt élned halnod kell rock musical-el, és most megint pénteken lesz a következő bemutató, ugye? A Így van, a Paplászló Budapest Sportarénában. Úgyhogy ennek azért örülök különösképpen, mert a Hősök Terje, ami az én felfogásom szerint az ország legszebb szabadtéri színpada, csodálatos monumentális helyszín, főleg ha szépen tudjuk használni és be tudjuk játszani, és a tavaly júniusi két előadás után voltak épp a közönség igénynek engedve szervezte az Esztrát Színház, aki a gazdája volt a Hősök Terének is, ezt a turnét, amilyet Vésztőtől kezdve Mohácson és Délegyháza és Szigliget és hát ez a csodálatos Komáromi Ergőd, és aztán a még szebb Szegedi Dom téren fejeztük be, és ugyancsak egy jelentős közönség igénynek tett eleget a színház, amikor újra Budapesten most 15-én a Sportarénában bemutathatjuk. Látványos, szép előadást tervezünk. Olyannyira látványos, hogy közben, ugye miközben mi beszélgettünk, akkor a nézőink is láthatnak különböző jeleneteket ebből a rock musicalből. Hogyan épül fel, hiszen nyilván nagyon nehéz volt azért kitalálni azt, hogy meghatározni azt, hogy milyen történelmi pillanatokat, mozzanatokat, eseményeket vonultassatok fel ebben a rock musicalben. 25 képet választottam ki, a szövegét, azt, meg az egyáltalán a struktúráját, azt én állítottam össze, és ez gyakorlatilag a honfoglalástól, vérszerződéstől, a rendszerváltozásig azokat a pillanatait emeli ki a magyar történelmnek, amely esemény hosszú időre meghatározta a történelmünket, és ezáltal persze az ember nem csak egy ilyen nagyon látványos történelmi víziót szeretne, ami felkelte a történelmi iránti érdeklődést, hanem egy kicsit arra is ráirányítani a figyelmet, hogy mi miből következik, mi az előzménye valaminek, mi a következménye, hisz egy-egy történelmi kép között adott esetben sok évtized, vagy akár 100-150 esztendő is eltelt. Tehát ilyen értelemben ez az egész magyar történelmet felöleli. És hát gyakorlatilag itt nem csak a szép, nagy és emelkedő pillanatokat választottam ki, hanem azokat a nagy bukásokat és azokat a nagy vereségeket, amik szintén hosszú időre meghatározták a mi történelmünket, de hát én azt gondolom monomániásra 83 óta, az István a Király Dombi bemutatója óta, és főleg történelmi tematikákkal foglalkozom filmbe vagy színházba, tudod, hogy a történelmi iránti érdeklődés széles körben történő felkeltése segít oszlatni azt a történelmi homályt, ami az elmúlt évtizedek, vagy mondjuk úgy a 20. század második felének eseményei után mindannyiunk lelkébe ott van. Na most, ha ez így van, akkor soha nem tud egy normális, tisztességes történelmi szemlélet kialakulni, mert mindig valamiről elhallgatunk, valamiről nem beszélünk, de valamitől túlhangsúlyosan beszélünk. Tehát ezzel nyilván ezt nem fogja megoldani, de a kis építőkocka, szellemi építőkocka talán lehet. Igen, megoldani nem, és ebben igazad van, Gábor, mert valószínűleg, hogyha különböző történelmi eseményekről, fontos történelmi eseményekről mondjuk politikusok beszélnek, annak egészen más a fogadtatása, sokszor persze még az értelmezése is, hiába alapul konkrétumokon, történelmi tényeken. Más az azonban, amikor egy művész nyúl hozzá különböző eseményekhez, mert például egy ilyen rock musical szerintem a sokkal könnyebben átmegy ezen a szűrőn, nem? Hogy nem vitatkoznak emberek mondjuk különböző történelmi dolgokon, annak a tálalásán, hanem ilyen befogadóvá válunk. Igen, csak tudod, ez is olyan dolog, hogy nem lehet a dolog túlságosan szubjektív. Én ezt annak idején Nemeskülti tanárútól tanultam, az ő stúdiójában csináltam a filmjeimet, és hát köztudott, hogy történelmi iránt érdeklődő, sok könyvben szerző is volt. Tehát ő azt mondta, hogy el lehet rugaszkodni a játékfilmben, vagy akár egy rockoperában jelesül István a Király. El lehet a konkrét történelmi tényektől, ismeretektől, főleg ha az nagyon régi és keveset tudunk róla, de alapvető nagy történelmi tévesztés, vagy direkt fals belemagyarázás, az nem lehet, azt nem szabad. Úgyhogy erre én maximálisan törekedtem.
Volt bárki melletted, aki segített abban, hogy a történelmi múlt, a részletek, akár annak az eleganciája, hogy hogyan kell azt megmutatni, bemutatni? Nagyon sok nevet felsorolhatnék, akik nem konkrétan ezen zenemű kapcsán, de hát a korábbi filmjeimben, ahol történelmében nagyon-nagyon sokat beszélgettem bukos emberekkel, történészekkel, irodalmákkal, és a többi, és a többi. És ha már Tanágon nevét említettem, hát ővele aztán egy kifejezetten munka és baráti kapcsolat is alakult a jelentős korkülönbség ellenére is, tehát az a történelm szemlélet, amire te is itt célzol, az ezeknek a beszélgetések alapján alakult ki, és hát ugye ehhez hozzá kell azt tenni, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt, tehát a rendszerváltozás előtt nem lehetett nyíltan, és főleg nem lehetett őszintén mondjuk a két világháború közötti Magyarországról beszélni. Nem lehetett a Versailles béke szerződésről beszélni, ami azért, ami történelmünket, az egész térség történelmét alapvetően meghatározta. 56 ellenforradalom volt, az ember otthon forradalomról beszélt szülői körbe, és kilépett az ajtón, és ellenforradalmat mondott. Tehát itt annyi fajta zavarodottság van, és nem csak a mi fejünkben, hanem sok-sok felnek, hát gondoljunk bele, hogy a tankönyveket hányszor írták át, és a többi. És az a mai napig így van, Gábor, tudod, hogy minden történelmi tankönyvben van egy olyan fejezet, amit igen, eltérnának. Hát ez mondjuk a Versailles békediktátum, a Trianon szó ki sem volt ejtve, az az én történelmi tankönyvben ennyi volt, tehát egy 6-8 sor volt. De hát, ha az ember szerencsés családba született, vagy olyan emberekkel találkozott élete során, ahol ezt pótolhatta, akkor azért kialakult egyfajta szemlélete. Hát az ember nyilvánvaló művészként próbálja ezt, és ez nagyon fontos az én életemben legalábbis, hogy sok emberhez szóló módon. Tehát ezt úgy megfogalmazni, hogy ez sok ember értelmére és főleg az érzelmére is hatni. Kulisszatitkot azért árulj el a rock musicallel kapcsolatban, hogy ugye egy szabad téren, csak egy józan paraszti észre belegondolva, ugye ott az ember egy kicsit olyan határtalannak érzi, hogy milyen technikát pakol ki, a színpad, a hangfalak, a hangosítás. Hogy tudjátok ezt bepakolni, besűríteni a sportarénába? Hát nyilván nem lehet ott egy 500 fős, nagyjából ennyien voltunk a Hősök terén, és azokat a hatalmas méreteket, bár hát azért a sportaréna is egy hatalmas színpad lehetőségét biztosítja természetesen. Tehát ugye ezt kipróbáltuk már a turné idején is, tehát hogyan lehet, 150-en leszünk a színpadon, lesznek lovak is az arénában, jeles énekesek. Nagy örömmel, mert a három István királyt annak idén sikerre vívő Deák Bill, Gyula, Viki Dágyusz és Varga Miki is együtt jelen lesz, és hát fiatalok, táncosok, artisták, tehát nagyon-nagyon sok közreműködő lesz ebbe a dologba, és hát ami egy novum talán a Hősök teréhez képest is, ezzel voltak éppen próbáltam kiváltani azt a csodálatos díszlet hátteret, amit a Hősök tere adott egy évvel ezelőtt, hogy csináltam egy 2 órás vetítést. Tehát a mű egész kezdetétől a végéig időtartam alatt, a háttérben lesz egy hatalmas nagy LED fal, egy 16x9 méteres óriási, mondjuk úgy vászont, és ott meg fog jelenni mindaz, ami a színpadi történéseket, hát reményeim szerint ki fogja egészíteni. Igen, tehát egy mozgó installáció lesz. Igen, tehát ez egy nagyon látványos hátteret fog biztosítani. No, akkor mondjuk el még egyszer a legfontosabb dolgokat, tehát itt élned, halnod kell, rock musical, december 15-én, ez egy pénteki napra esik, vagy ez most ugye pénteki napra esik, a Budapest Sportarénában lesz látható. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.